Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház megbízott főigazgatója, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy tudott időt szakítani ránk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is nagy tisztelettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Főigazgatóasszony 2013. májusa óta vezeti a Kátai Gábor Kórházat, nagyon sokaknak ismerős lehet Karcagon, hiszen régebben az önkormányzatnál a költségvetési osztályt vezette. Most mennyiben másabb feladatai vannak a kórházban, mint annó az önkormányzatnál? Hogyan alakult a pályája? Hát ez teljesen más, hogy úgy mondjam, közgazdászként, igen. A pénzügyi rész és a számviteli rész az, ami testhez álló, úgy mondjam, amivel el lehetett indulni, de sosem állt távol tőlem az egészségügy, nem csak úgy, mint beteg, hanem úgy, mint az önkormányzat pénzügyi vezetője. Ugye ez a kórház tavaly májusig önkormányzati fenntartású kórház volt, igaz, hogy olyan finanszírozott, de mégiscsak az önkormányzat volt ennek az intézménynek az alapítója és a fenntartója, és így az önkormányzat költségvetésén belül volt szerencsém megismerni a kórház költségvetését és beszámolóit is természetesen. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy ez egy ismerős terep volt már az ön számára. Nagyobb falat ez? Hát ez jóval nagyobb falat, mint csak pénzügyekkel, hogy úgy mondjam, foglalkozni, és csak gazdálkodással foglalkozni. Annál is inkább, mert itt ennek az intézménynek maga a létszáma, hogy azt mondjam, hogy közel ugye 600 fős létszámú intézményről van szó, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlása, ezek azért nem tartoztak a feladatkörömben pénzügyi vezetőként, és magának egy intézménynek az üzemeltetése és egy egészségügyi szolgáltató intézménynek az üzemeltetését sem ismertem még ennyire belülről, mint ahogy most az elmúlt hónapokban már sikerült. Ugye megosztotta velünk, hogy közgazdász végzettsége van. Értéke már kritikák, támadások esetleg amiatt, hogy kórházigazgatóként nem orvos végzettséggel rendelkezik? Hát én erre jó példával kell, hogy szolgáljak, mert itt Karcagon, ahogy én megismertem nagyon sok karcagi embert, és az elmúlt 26 évemet Karcagon töltöttem, nem értek kritikák itt Karcagon. Egyébként én úgy gondolom, hogy az országban több kórházban van már nem orvosi végzettségű főigazgató, vagy megbízott főigazgató. De ez ugye nem is előírás. Nem, ez jogszabály nem írja elő. Természetesen előnyt jelenthet pályázatnál, de valahogy úgy értékelem és úgy élem meg ezt, hogy az orvosi gárda, a főorvosi szakmai létszám is, illetve az itt dolgozó főorvosok, ezt nem feltétlenül veszik rossz néven. Valahol a mérlegnek a két súlyában, két műtős főorvos között, például egy közgazdász sokkal könnyebben húz egyenleget. Esetleg mondjuk annyi, hogy műszereket, tehát gondolom van egy orvosi tím, aki az ön úgymond keze alá dolgozik, vagy akik segítik a munkáját ilyen orvosi dolgokban. Van, hogy ne, tehát ez a kórháznak a főigazgatói állását töltöm be megbízottként, és a kórháznak igazgató testülete van, tehát azért minden kórházban ezt úgymond tanítják is, hogy a gyógyítás kiteszi a 20%-ot, és maga az ápolás a 80%-ot. Ha úgy vesszük, ez a létszámban is meglátszik, az ágyszámban is meglátszik, ugye a Kátai Gábor Kórház tekintetében is. Tehát az igazgató testületben van orvosigazgató, van ápolásigazgató, és a stratégiai igazgató is segíti a munkámat. Ugye már bő öt hónapja vezeti a Kátai Gábor Kórházat, hogyan értékeli az elmúlt hónapok munkáját? Ugye túl vagyunk már egy nagy felújításon, amit végrehajtottak az intézményben. Itt most elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy a betegek például mennyire szokták meg az új rendszert, akár az új hívórendszert, azt, hogy mi hol van a kórházban, mennyire tudnak eligazodni, hogyan látja az elmúlt hónapokat, mennyire tudtak betanulni, úgymond a betegek. Hát én úgy gondolom, hogy a betegutak rövidítése mindenképpen szerepet játszott a múlt évben megvalósult TIOP-os pályázat kapcsán, de a kórháznak nem ez volt az első felújítás, ez a felújítási ütemnek a harmadik része volt, mert azért elkezdődött 2000-ben az a SBO fejlesztése, és ezt követem most ez a fajta felújítás a fekvő részen, illetve a járó betegellátás egyik részén,
a laborban képalkotó diagnosztikában, a CT fejlesztés, ezek mind azt szolgálják, hogy nem csak a karcagi lakosok, hanem a területi ellátási kötelezettségbe tartozó összes település, közel 120 ezer lakosa, ellátottja, megfelelő, és a mai színvonalnak tökéletesen megfelelő ellátáshoz jusson, és minél hamarabb ebben az intézményben. Én úgy gondolom, hogy ehhez a jóhoz mindenki könnyebben alkalmazkodik. A kórház ugye állami fenntartásba került, jelenleg ugye állami fenntartásban van, a működésük menete mennyiben változott meg ezáltal? Könnyebb lett? Hát is. Több munka van vele, kevesebb? Nagyon, tehát a GEMSZI, a fenntartói oldalt képviselő az állami fenntartásban működő intézményeknél, ugye a középirányító szerv a GEMSZI. A feladatellátásban nagyon-nagyon segíti a munkánkat, minden intézménynek megvan a GEMSZI-nél a kijelölt szakreferense, és azt kell, hogy mondjam, hogy a prompt feladatoknál is, de a határidős feladatoknál is nagy segítségünkre vannak. Ugyanakkor azért az tény és való, hogy ahol egy helyi városi kórház működik, ott könnyebben boldogul az intézményvezető, a helyi képviselőtestülettel könnyebb a kapcsolattartás, rugalmasabb. Én szerintem ezt a jelenleg önkormányzati fenntartásban működő házi orvosi intézmény még mindig tapasztalhatja, hogy sokkal egyszerűbb. Ugye azt tudjuk, tehát ezzel az állami fenntartásba kerüléssel együtt járt az is, hogy bizonyos esetekben egy nagyobb kórházhoz, egy megyei kórházhoz kell fordulni a betegeknek. Ha jól tudom, akkor Karcag esetében ez Debrecen. Milyen a kapcsolatuk? Igen, korábban ugye a területi ellátási kötelezettség alapján a progresszivitási szintnek megfelelően a Hetényi Géza kórház is kijelölt kórház volt. Most valóban a debreceni Kenézi Gyula kórház, illetve a debreceni egyetem, a DEOEK a második, harmadik progresszivitási szinten eljáró kórház. A kapcsolatunk, azt kell, hogy mondjam, hogy én legalábbis ezt az utóbbi 5 hónapot, egy már kialakult, tehát egy év alatt kialakult jó kapcsolat. Nagyon gyors a beteg utaknak a szervezése, a betegek bejutása biztosított. Ami most itt éppen a TEG-ben kis problémát okoz, ez a kimondottan a kenderes, kisújszállási betegek, akiknél esetlegesen a progresszivitási szint szerint megfelelő Hetényi Géza kórház közelebb esne, és könnyebb lenne a bejutás. Most ebben van egy tárgyalásunk dr. Benne Ildikóval, a Hetényi Géza kórház főigazgató asszonyával, hogy esetleg ebben valamilyen módosítást kezdeményezünk. Ugyanarról tudunk, hogy az egészségügyben béremelés zajlott. Most mi a helyzet? Például a karcagiakat érintően és a karcagi dolgozókat érintően. Van esetleg most folyamatban valami? Hát ez nagyon jó kérdés, és nagyon jó, tehát az egészségügyben. Hát az egészségügyben és az egészségügyi szakdolgozókat érintően zajlott le az idejében a béremelés. Nagyon várták a dolgozók, nagyon elégedettek, nagyon jól jött, de végül is hát azt kell, hogy mondjam, a leterheltség és a kiégés, a létszámpótlásoknak az elmaradása, ezek mind azért jelentkeznek. Tehát nem minden az, amit pénzzel meg lehet váltani, hogy úgy mondjam. Annál is inkább, hogy ebben az egészségügyben egy egészségügyi intézmény nem csak egészségügyi dolgozókból áll, tehát nálunk is a kisegítő személyzet, a takarítók, a műszaki dolgozók, gazdasági részlegen dolgozók, őket nem érintette, mint ahogy természetesen egyetlen egy kórházban sem nem érintette ez a bérfejlesztés, tehát ők még azt várnák nagyon-nagyon a magyar kormánytól és parlamenttől, hogy erre is kitérjen, és majd ennek a szférának a béremelését is rendezze. Itt még nagyon sokan dolgoznak minimál béren, illetve bérminimumon, ami megfelelő alapellátást tud biztosítani otthonra, a háztartásban, de ez nagyon minimális összeg, tehát azért 50-60 éves emberek, nyugdíj előtt állók is ilyen
bérrend dolgoznak. Álláshelyek tekintetében mi a helyzet a Kátai Gábor Kórházban? Milyen az orvosellátottság? Akkor vegyük külön az orvosokat, illetve az egyéb általános álláshelyeket, hogy lehet-e pályázni, ha lehet, hol hirdetik ezeket meg? Több pályázati kiírás volt jelen meg az elmúlt hónapban. Ez részben abból is adódott, mert előzőleg vagy eredménytelennel zárult osztályvezető főorvosi pályázatokra gondolok, illetve főnővéri pályázatokra, vagy nem lett lezárva a pályázat. Ezeknek egy részét sikerült lezárnom augusztusban, illetve a főnővéri pályázatokat szeptemberben. Orvosellátottság szempontjából most is van pályázati kiírásunk, az anesteziológiai intenzív osztályvezető főorvosi állása van meghirdetve. Jelentkezések vannak, remélem, hogy szerencsés lesz, és be tudjuk tölteni azt az álláshelyet is. Egyébként orvosszakmát tekintve és a létszámot tekintve a 600 fős dolgozói létszámból most a betöltött álláshelyek száma mintegy 560 fő. Ebben már van létszámfejlesztés, főleg a ápolói személyzet tekintetében szeptember 1-től. Itt sikerült elérni, hogy ha más nem, de szerződése a tartósan távol lévők, tehát a Gyesenyeden lévők helyére tudtunk felvenni szakápolókat, ezzel is segítve a betegellátás színvonalának javítását. A múltkor egy érdekes kérdés szegezett nekem az egyik ismerősöm, működik-e már Karcagon a CT? Igen, működik a CT, idén márciusban elindult, tehát akkor március közepétől egy fél hónap. Úgy tűnik, hogy egyre jobb ennek a tehát akkor ezek a híreszteléseknek nincs alapja, hogy nem is működik Karcagon a CT. Ja, Isten őriz, nem Isten őriz, sőt azt kell, hogy kérjem a kedves tévénézőktől is, hogy ha a területi ellátási kötelezettségünk kívülről jönne valaki, és CT-vizsgálatot szeretne kérni, vagy netán Budapesten 2-3 hónapos várólistára kerül, és decemberre van időpontja, akkor nyugodtan kérje a Kátai Gábor Kórházat Karcagon, nem azért, mert ez itt a reklámhelye, hanem azért, mert a 160 órás havi kapacitásunk ezt lehetővé teszi, és azért, mert az OEP a CT-nek a vizsgálatokat finanszírozza, ha az területi ellátási kötelezettségen kívüli településről jön az illető akkor is. Egyébként itt is a távdiagnosztikának a segítségével, illetve a Debreceni Egyetemmel való jó kapcsolat révén nagyon sokan jönnek most már Debrecenből is CT-vizsgálatra, és elve a Debreceni Egyetemről, vagy a Kenizi Kórházból éppen a várólistának a felgyarapodása miatt irányítják át Karcagra. Még egy kicsit azért az orvos szakmához visszatérve, több szakterületre próbálunk hozni orvosokat a kórházba, és szeptember közepén bizonyára már többen tudják, itt beindult a járóbeteg szakellátásban, hétfői napokon 8-tól 12 óráig érsebészeti szakellátásunk van. A kórház adósságállományáról mit lehet tudnunk? Régebben én emlékszem volt, beszéltünk ilyen 600 millió forintos összegekről, aztán a vége fele már mielőtt állami fenntartásba került, akkor már ilyen 300 millió forintos összegekről hallhattunk, most körülbelül nagyjából mi a helyzet? Hát ez megint azt kell mondjam, egy nagyon jó átlag, tehát a 300-600 összeadom, a közepe 450, tehát most itt tartunk. Igen, 400-450 millió forintos adósságállománnyal rendelkezik a mintegy 2,9 milliárdos éves költségvetésű intézmény. Ez az adósságállomány úgy adósságállomány, hogy ez lejárt szállítói tartozásállomány, ami azért év végén jellemzően éppen a OEP finanszírozás kapcsán valamelyes szokott csökkenni. Tehát ez az amplitúdó... tudják faragni? Hát mindenképpen ez a célunk, hogy ezt faragjuk, és költséghatékonyan működjön az intézmény. Ugyanakkor én nekem ez álláspontom, és azért nem vagyok egy, úgymond többször el szoktam mondani, hogy csőlátású közgazdász, és az elsődleges feladatunk a betegellátást, a beteget el kell látni. Ez a feladat.
Alig, hogy lezárult az előző nagy felújítási projekt, most ismét nagy munkában vannak a kórházban. Mi történik most? Így van, éppen lezárult a TIOP-os pályázat, és elkezdődhetett. Ez egy konzorciumban pályáztunk a rehabilitáció fejlesztése az Észak-Alföldi régióban. Ez a Kátai Gábor kórházban végre, azt kell, hogy mondjam, a volt pszichiátriai épületnek a részbeni felújítása. Ez azért megjegyzem, mert csak előjön az a régi pénzügyi véna, ez az első címzett támogatásnál, amikor az önkormányzat tervezte ennek az intézménynek a felújítását, és akkor egy mintegy 5,5 milliárdos beruházást tervezett. Ez akkor 98-ban már benne volt abban a tervben, csak mindig ugye részekre kellett bontani, ki kellett venni, a pszichiai nyilázáróit nem lehetett betenni, nem voltak olyan pályázati kiírások, amire be lehetett volna ezt adni, illetve címzett támogatásból nem volt támogatható. Ez egy 1975-ben épült épület, aminek a egyik részén, így mondom, hogy az A épület részben megújul a földszint, az első emelet, második emelet. Ez már majd látható a pénteki nyitórendezvényen is, hogy itt ezek a beruházások elkezdődtek, a kivitelezés megkezdődött. A földszinti részén lesz a kardiológiai rehabilitáció, a mozgásszervi rehabilitáció és a pszichiátriai rehabilitáció járószakrendelői és az ezt kiszolgáló helyiségek, terápiás szobák. Az első emeletre a 36 ágyal a pszichiátriai rehabilitáció és a második emeletre 48 ágyal a mozgásszervi rehabilitáció, ami most jelen pillanatban a még eddig soha fel nem újított, volt fertőző beteg részen került elhelyezésre, tehát ott van most per pillanat a 48 ágyal. Milyen összköltségvetésről beszélhetünk ez egy pályázat kapcsán? Ez egy 801,5 millió forintos, 100%-os támogatási intenzitással rendelkező pályázat. Most milyen szinten van ez a felújítás? Most éppen hol tartanak, aki esetleg nem járt, hál' Istennek, vagy szerencsére a kórház környékén mostanában mit tapasztalhatunk ott most? Tehát most már a homlokzat, a belső kialakítások megtörténtek, a helyiségeknek, a szobáknak a kialakításai megtörtént. Ezek alapvetően három ágyas kórtermek kerülnek kialakításra, ahol minden kórterem rendelkezik vizes blokkal. Talán minden második, igen, úgy gondolom, minden második mozgáskorlátozott vizes blokkal, tehát a mai kor követelményeinek maximálisan megfelel. Na, ez a része kész van, úgy kell, hogy mondjam, hogy belső kialakítása kész van, természetesen a festés is egyebek hiányoznak. A tetőfelújítás megtörtént, illetve a homlokzat felújítás készült el, és amivel bővül ez az épület, az pedig két lift, és ennek a liftnek a kivitelezése is megtörtént. Tehát még behelyezve nincs a lift, de a fal szerkezet már áll. Külső munkák, belső munkák még jó részt hátra vannak, illetve hát maga a szükséges gépműszerbeszerzés, ami mintegy 60 millió forintos a pályázatban, az majd 2014 évelejére tolódik át. Várhatóan mikor lesz majd ennek az új épületszárnyak, felújított épületszárnyak az átadó ünnepsége, mikor vágják át a szalagot? Én nagyon remélem, hogy az év első hónapjaiban, tehát első negyed évében ez megvalósul, de talán éppen ennek kapcsán fűzném rá a gondolatot, hogy az, ami látható most is az épület részen, hogy a felújítással érintett épületből kimaradtak bizonyos épületrészek, ez az úgynevezett nálunk nyaktagnak nevezzük, ez a C épület szárnyban, a második emeleten csak részbeni felújítás van, mint egy kétharmada újul meg az épületnek. Na ez most a homlokzaton nagyon-nagyon látszik, belülről nem kevésbé, és hát a tetőnél sikerült elérni a kivitelezőnél. Ez egy lapos tetős épület, hogy a kétharmadot ne hagyja úgy, és az egyharmad nem újul meg, mivel hogy akkor a saját munkája is esetleg kárba veszhet, tehát ott a tető az teljes mértékben fel lett újítva, viszont az első emelet, a földszint nincs felújítva. Arról nem beszél, hogy ez az épület, bár 75-ös is nagyon régi épület volt, és nagyon rászolgált a felújításra,
de ez látta el az aktív pszichiátriai betegek ellátását, és ez biztosította, vagy ebben biztosította az intézmény. Most per pillanat ennek az 50 aktív ágynak a elhelyezése számomra sokkal nagyobb feladatot jelent, mint az, hogy egy már elkezdődött beruházás be fog fejeződni, úgy néz ki, hogy záros határidőn belül be fog fejeződni. Tehát akkor tudják tartani a határidőket? Így van, csak hogy ez a ideiglenesen, most per pillanat ideiglenesen a régi épület szárny részben, és a megmaradó, legalábbis pályázattal nem érintett, felújítással nem érintett épület szárny részben elhelyezett 50 ágynak az elhelyezését kell fixen biztosítanunk a jövőben, és én ezért nagyon szeretném, és kezdeményezem is több fórumon, több helyen, hogy ezt a beruházást vihessük tovább, és az az épületrész mind a C, mind az E épületszárnyban meg tudjon valósulni annak a felújítása. Erre lesznek esetleg a jövőben pályázatok, vagy lehetőségek, vagy ezt hogy kívánják majd megoldani? Hát saját forrásból ez nem fog menni, a OEB finanszírozása működésre éppen hogy elég, illetve éppen az előbb beszéltünk a adósságszolgálatról, tehát mondhatni, hogy az sem elég, nem is volt eddig sem, de én úgy gondolom, hogy mind a pályázati források, mind a Gyemszinél jelenleg is meglévő Viszmajor keret, ahova ezeket a lehetőségeket megpróbáljuk, vagy ahonnan megpróbáljuk ehhez forrást teremteni, és minél hamarabb, mert nagyon szükséges ennek az 50 ágynak az elhelyezése. Hát kitartást kívánunk, és sok szerencsét a beruházáshoz, beruházásokhoz. Szoktak a kórházban különböző, ha jól tudom, társadalmi munkákat is végezni. Tehát ugye van egy olyan felújítás, vagy egy olyan rendbetétel, amit mondjuk pályázatból finanszíroznak, és újulnak, meg szépülnek meg olyan részek, amik esetleg önerőből, tehát természetes emberi erőből visznek véghez. Nagyon szép lett a park. Mi történt? Hogyan sikerült ezt végrehajtaniuk, véghez vinniük? Hát akkor azzal kezdem, hogy megragadom az alkalmat, és nagyon megköszönöm Karcag Város Önkormányzatának, Dobos László polgármester úrnak különösen, és Molnár Pál képviselő úrnak, igazgató úrnak is, hogy segítséget nyújtottak abban, hogy ez a közel 10-12 éve elhanyagolt park, ami már hívták ezt Dzsumbújnak, erdőnek, így átalakulhatott és újra megmutathatta, vagy megmutathatja most a régi formáját, hogy ez igenis egy park. Na nem így kezdődött, hanem egy június 21-i nappal kezdődött, ami szombatra esett, és pár kollégámmal összehívtunk egy úgynevezett csapatépítő tréninget, ami nem volt kötelező a részvétel. Mindenki akkor jött és akkor ment, amikor akart, vagy amikor éppen dolga volt. Aki akart, jött, aki nem tudott, nem jött esetleg, és ezen a napon neki láttunk, már akkor kaptunk a Városgondnokságtól és a Kutatóintézettől eszközöket, és neki láttunk önerőből a gyomlálásnak, a parkrendezésnek. Na de hát mit mondjak, a főorvos, a közgazdász, az ápoló nem haladt olyan ütemben, mint amilyen nagy segítséget jelentett számunkra az ezt követő időszakban, júliusban és augusztus elején a Városgondnokság segítségével a park teljes kitisztítása, illetve hát az erdő eltüntetése. Nagyon szakszerű munkát végeztek, a mai napon is segítettek most a lombhullás időszakában, a lombok eltakarításában, és megegyeztünk, hogy a fák gyérítésében is fognak a lombhullást követően segíteni. Tehát nagyon szépen köszönöm ezúton is az önkormányzatnak azt a segítséget, amit a közcélú munkásokkal tudtak számunkra biztosítani. Hogyan látja, ugye mindjárt itt az év vége, ilyenkor egy picit értékelni szoktuk az eltelt hónapokat, milyen évet fognak zárni az intézményben? Hát az költségvetésileg, szakmailag én úgy gondolom, hogy ez az 5 hónap arra nagyon jó volt, főleg számomra, de az ott dolgozó kollégák számára is, hogy bár ismerhettek, mint ahogy ez itt a riport legelején elhangzott, pénzügyi vezetőként, emberileg talán még jobban megismerhettek most, megismerhettek arról az oldalamról, hogy,
hogy nem feltétlenül döntöm el a pénzügyi szükségnek az igényét, pusztán íróasztal mögött ülve. Nagyon érdekelnek a műtéti szakmák által felhasznált eszközök, az ott dolgozó kollégák ideje, energiája, ezért több műtéten is részt vettem már, és meg is kérdezték egyébként, hogy miért is megyek be a műtőbe, és mondtam, hogy nem feltétlenül másnak a problémája érdekel, hanem az érdekel, hogy mi is az a fészeg, amiről dönteni kell, és az hova kell beültetni, és milyen úton, módon, és egyáltalán milyen a műtő felszereltsége, milyen szakmai létszám szükséges ahhoz, hogy egy-egy adott műtétet ellássunk, és ugyanez vonatkozik a ápolási részlegre, tehát a fekvő betegellátásban, de ugyanígy a járó szakrendelőkben is, ahonnan bizony-bizony hiányoznak még olyan területek, ahol a felújítással nem lett érintve az intézmény, és ezúton is szeretném elmondani, hogy ezt az évet úgy gondolom, hogy felújítások és a beruházások tekintetében jól fogjuk zárni, adósságszolgálattal talán valamivel kevesebben, mint ahogy kezdtük évelején. Ebben természetesen az évvégi OEP finanszírozás, illetve az állami adósságkonszolidáció is nagy-nagy lehetőséget nyújt számunkra. A jövő év tekintetében viszont vannak további elképzeléseink, és ezek arra irányulnak, hogy a még fel nem újított épület részeken további felújításokat csináljunk, végezzünk el. A már így szépen kialakított parkrészt élvezhessék közelebbről az ápolási osztályon elhelyezett betegeink, akik most jelen pillanatban a 9. emeleten vannak. Ezért a volt fertőző részlegnek a felújításával jóval lentebb, első-második emeletre tudnánk költöztetni a 24 ágyat egy plusz 24 ágyas ápolási részleggel, illetve egy hospice részleggel. Ott, aki ismeri az épületet, tudja, hogy egy teraszos rész van emeleti szintenként, és másra nem lát rá, mire, mint a szép parkunkra, amit, hogyha a mozgásában nem korlátozott, akkor igénybe is tud venni. Esetleg létszámfejlesztésről lehet-e szó, ha nem is a jövő évben, de a következő években valamikor, vagy ilyenen? Erre van-e szükség, gondolkodtak-e ilyenen? Szükség mindenképpen van. Tehát az a jelenlegi helyzet, ami nem most alakult ki néhány hónap alatt, hanem már azt kell, hogy mondjam, hogy több éve probléma, főleg az ápoló személyzet tekintetében az éjszakai műszak az ügyeleti időben az ellátás az osztályonként, a fekvő osztályonként nem megfelelő létszámban biztosított. Tehát ide mindenképpen kellene, és hát orvos szakmai szempontból azt kell, hogy mondjam, ne értse senki sem magára, de sajnos-sajnos kiöregedőben van az orvosi gárda, és ide valahogy mindenképpen kellene egy köztes. Tehát nagyon fiatalok is vannak, és köztes nagyon két generáció, ami ki van veszve, és szeretnénk pótolni. Erre reméljük, hogy erre is lesz majd lehetőség. Végül egy személyes kérdés, van-e önnek szabad ideje? Szabad időm? Igen, van. Igen. Teszek róla, hogy legyen. Általában majd, ha 48 órából áll a nap. Majd akkor jobban lesz. Igen. Köszönöm szépen, főigazgató asszony, hogy itt volt nálunk, és jövőre visszatérünk, újra meghívjuk, és visszanézünk erre az évre, hogy mi is történt. De hogyha bármi történik még ebben az évben, akkor arról majd tudósítjuk a kedves nézőket, és önt pedig visszaváljuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket.